Sziasztok, The Simsologist vagyok, és végre megérkezett a Laundry Day Stuff Pack a Sims 4-be, amire egész nap vártam, és egész nap ellenőrizgettem az origin hogy vajon elérhető-e már, de sajnos nem, és igazából tudhatnám, hogy mindig este 7 óra körül válik elérhetővé és letölthetővé az Origin-ben, szóval teljesen fölöslegesen nézegettem egész délelőtt. Azért én nézegettem, mert már nagyon-nagyon izgultam, és most megkritizáljuk ezt a videót, annak ellenére, hogy nagyon fáradt vagyok, de persze szerdán fog megjelenni majd, és szerdán láthatjátok majd először. Az a helyzet, hogy már egész nap előre vettem fel videókat, ugyanis hétvégén nem leszek Budapesten és otthon Tamásiban nincsen internet a házunkban. Ezt mindig elmondom, mielőtt megyek, hogy tudjátok, hogy mi újság. És ezért úgy gondoltam, hogy felveszek előre videókat, hogy ne maradjatok videó nélkül, úgyhogy azok sajnos még Laundry Day Staff Pack előtiek lesznek, szóval mondhatni kőkoriak, de azért remélem tetszeni fognak. Viszont most itt vagyunk, és megkritizáljuk ezt a kiegészítőt, kezdve a Create a Sim móddal, ahogy mindig is szoktam, és nem szaporítom a szót, szóval kezdjük is el. Amit viszont még fontos tisztáznunk, az az, hogy ez egy olyan kiegészítő, amit teljes mértékben mi szavaztunk meg. Mindenki, aki játszik a Sims 4 vagy nem is játszik a Sims 4 de valaha is tervezte, annak lehetősége nyílt a Sims hivatalos oldalán nyilatkozni arról, hogy milyen staffbekket is szeretnének, többféle témából lehetett választani, ezt szavaztuk meg, lehetett stílust szavazni a kiegészítőnek, két különböző stílusból lehetett választani, volt a modern, illetve ez, és a játékosok ezt szavazták meg. Illetve külön szavazhattunk a ruhákra és a bútorokra, viszont hajakra nem szavazhatunk, mert annak már sokkal korábban nekiálltak, mint hogy elindult volna a szavazás, illetve abban nem akarták annyira, hogy beleszóljunk. Szóval igazából teljesen mi raktuk össze ezt a staff packet, szóval igazán örülhetünk neki, hiszen ez az, amit a közösség akart, és én nagyon-nagyon-nagyon örülök is neki, mert majd meglátjátok, hogy mennyi király dolog van benne, viszont természetesen mindig van valaki, akinek nem tetszik, de én nagyon-nagyon lelkes vagyok, úgyhogy kezdjük is el. Először a férfiakat fogom megmutatni, és ezt okkal teszem. Sajnos nem tudtam megállni, hogy ne nézzem meg a livestreamet. Végignéztem a két órás livestreamet erről a kiegészítőről, amit ugye a Sims hivatalos csapata illetve már láttam korábbi kritikákat is, ugyanis a nagyobb youtuberek azok ingyen korai hozzáférést kaphatnak a játékhoz, és azért sokkal előbb tehetnek ki videókat róla, amit nem tartok fernek. De itt vagyok, és nekem is van saját véleményem, viszont meglepve nem leszek az egyes darabok láttán. Szóval ez az első hajunk, amit férfiaknak készítettek, és az utolsó is, ugyanis a férfiak csak ezt a hajat kapták, ami fura. Mert ezt a hajat kapták. <laughs> Azt hittem, hogy már ráadtam, de mondom, nem, nem annyira stimmel a két kép. De egyébként nagyon hasonlítanak, és az a haj annyira nem nagy szám, én nem különösebben örülök neki, hiszen ilyen haj már egy csomó található a játékban. Persze, nem pontosan ugyanilyen, ez is egy kicsit egyedi, máshogy állnak a kis tincsek, meg nincs választék, szóval ez egy ilyen nagyon hátra. Tűrt, hátra túrt a haj. Egyébként a legjobb nő, azt hiszem, ő nevezi ezeket túrós hajnak. Szóval azok a srácok, akik így mindig túrják a hajukat, azoknak ilyen túrós hajuk van. Nem mindegy, nem biztos, hogy ő mondta, de valamelyik barát nem hallottam. Na mindegy, lépjünk tovább a hajakon új szakállakat, illetve arcszörzetet, sapkát és kiegészítőt nem kaptunk, szóval mehetünk is a ruhákra kapásból. Ellenőriztem őket, bízatok bennem. Se új tulajdonságunk, se új életcélunk nincsen, úgyhogy ezeket nem is fogjuk ellenőrizni. A férfiak új öltözéket sem kaptak, tehát ilyen egybe outfitet, viszont kaptak új felsőket, illetve új nadrágokat, amiket már is megnézünk. Tudni kell erről a kiegészítőről, hogy nagyon ilyen kis bohém stílusú, illetve kicsit ilyen vidékies, kicsit rustikus és minden eleme ezeket tükrözi, úgyhogy nem kell meglepődnünk, hogy a felsők is nagyon mintásak, és öm, hát ilyen kicsit régiesebbek, kicsit furábbak. Ez viszont sima fehérben gyönyörű, én nagyon imádom, és van egy koszos verszgiója is, ami a kicsit igénytelenebb szímek, szükségleteit elégíti ki. -e. Például egy és sarazat az indulásként ez egy nagyon praktikus ing lehet, hiszen azért a hajléktalan emberek nem annyira szoktak ruhát mosni. Viszont én nagyon hálás vagyok a készítőknek, hogy minden egyes ing, illetve felső és ruhadarab tartalmaz sima, egyszínű verziókat is, ugyanis ezekre mindig szükség van, mert a minták nem mindig párosíthatóak össze. Úgyhogy itt is találhatunk ilyeneket, és imádom ezt a felsőt, nagyon tetszik ez a kis laza anyag, kigombolt felső rész. Én, én imádom, úgyhogy engem meggyőztek. A következő egy szintén kigombolt ing, egy mély kivágású pólóval, ami a cicisebb férfiaknak biztosan nagyon jól áll, a gyönyörű kis dekoltásokat mutogathatják az edzőteremben, odafelé menet. Tök aranyos ott az a kis akasztó a hátulján, az egy apró részlet, ami egyedi, illetve ez a feltűrt új is nagyon jó, és nekem tetszik az innek a mintája, illetve az, hogy mennyire aszimetrikusan van kigombolva, tehát itt ki van tűrve, itt pedig be van tűrve, szóval ez a nagyon-nagyon hanyag, nagyon lezser megjelenés, és persze több minden színben érkezik. És imádom, hogy itt is van variálási lehetőség, ugyanis van, hogy az ing az, ami mintás, van, hogy a trikó az, ami mintás, illetve van olyan verzió is, ahol egyik sem, és ezért külön köszönet a készítőknek. Vannak férfiasabb és egy kicsit lágyabb színkombinációk is. Ez például egyáltalán nem mondanám, hogy annyira bohém lenne, vagy annyira hippi, vagy annyira nagyon durván extra. Szóval ez nem feltétlenül kell, hogy olyan szímé legyen, aki ezt a stílust képviseli. És van még egy kigombolt ingünk hasonló mintákkal, azonban ennél az a különbség, hogy másmilyen trikó van alul, illetve lehet, hogy az éppen egy póló, és az ingnek az ujja rövid és fel van tűrve, és ebben is a legnagyobb érdekesség az, hogy rettentően aszimmetrikus, és ahogy látjátok, a póló így félig kilóg, a fedő ing alól, és egyébként az ing rövidebb, mint maga a póló, ami annyira nem túl ízléses. Tehát általában, hogyha valami ilyesmi outfitbe gondolkodik az ember, illetve valami ilyesmi öltözetet akar felvenni, azért oda szoktak arra figyelni, hogy az ing hosszabb legyen, mint a póló. Vagy legalább a póló legyen betűrve a nadrágba. De ez nem, mert itt most az a lényeg, hogy nagyon hanyag, szimről van szó, nagyon-nagyon lezserés, hát nem annyira foglalkozik a divatta, és magasról tojik arra, hogy az inge rövidebb, mint a pólója. Úgyhogy ez egy ilyen kis fun fact volt, és egyébként itt is aszimetrikus a kihajtás, behajtás, betűrés, kitűrés, minden. <laughs> minden aszimmetrikus, mert ez a stílusa ennek a kiegészítőnek, ez a színkombináció nagyon-nagyon tetszik, a kék is nagyon szép, a fekete-fehér természetesen egyszerű és nagyszerű, széles körűen felhasználható, ez a minta is nagyon jól áll neki. Imádom. Egy kis ombré, egy kis egyszerűség mindenhova kell. Ennyit a férfi felsőkről. Én nagyon-nagyon elégedett vagyok az összessel. Nem vagyok benne biztos, hogy például ezt a rettentően aszimmetrikus változatot megmenni, engedni magamnak a Simsben lehet, hogy annyira idegesítene, hogy nem felel meg a divat előírásainak, hogy nem adnám rá a szímeimre, de ettől függetlenül diversitást ad az egész játékhoz, és ezért nagyon király, hogy itt van, és én nagyon örülök neki, hogy ilyesmire is gondolnak a készítők, de menjünk át a nadrágokra, mert az fontos, és egyébként cipőt sem kaptak a férfiak, úgyhogy ezt sem kell ellenőriznünk. Viszont két nadrágot is kaptak, az egyik egy ilyen szakadt farmer, leveszem a felsőjét, hogy láthassuk, hogy mégis meddig ér, és milyen, és van-e rajta és hasonlók. Ez egy szakadt farmer, ami nagyon jól néz ki, én imádom, főleg azt a részletet, hogy tényleg látszik a színünk bőre színe a lyukak alatt, és hogyha megváltoztatnánk a bőrszínét, bizony az vele változna, úgyhogy erre odafigyeltek rendesen, még talán egy régebbi szimszjátékba idegesített nagyon, hogy egy szakadt farmernek, ahol teljesen ki volt szakadva, ott más volt a bőre színe a színnek, mint egyébként kellett volna. Na mindegy, erre most itt odafigyeltek, és imádom. Ezt a szakad farmert. És a való életben is imádom a szakad farmereket, csak sajnos mindig, amikor letérdelek, olyan szinten elszakadnak, meg szétérnek ezek a rojtok, hogy egy idő után gusztustalanul néznek ki. De szerencsére ez a szín és ez a nadrág megmarad ebben a tökéletes állapotban, ahogy kaptuk. Természetesen itt is rengeteg szín van, amit variálhatjuk, mondjuk ezt a sötét barát. Annyira nem hiszem, hogy használni fogom, maradok a klasszikus farmer színeknél én azokat jobban szeretem. De haladjunk tovább, itt a második nadrágunk, ami egy halászgatja, és nagyon-nagyon királyul néz ki. Jellegzetesség, ez szóval nagyon mélyen lévő zseb, ami elég bizarr, de azért nem áltával a valóságtól rengeteg ilyen nadrágot látni, és abban a hatalmas zsebbe belefér egy üvegbor is. Volt már szerencsém találkozni egy ilyen nadrággal, szóval ez nagyon praktikus, a világ végét is el lehet tüntetni benne. Természetesen jön mindenféle alapvető színbe, mint szürke, barna, zöld és hasonló egyszínű, letisztult, kevésbé rikító verziók, de utána jön a fekete leves, és van egy csomó nagyon-nagyon mintás, nagyon feltűnő, nagyon durván bohém, nagyon extra verzió. Mondjuk ez nekem nagyon tetszik, kicsit indiános, és valaki motorozik az utcán. Je, yeah, benne vagy a videómba, híres lettél. Oké, okay. és van Például ez a fehér, szürke, kékes. <kül> El fog menni a hangom az egész napos beszédtől. Szóval ez a verzió szintén az egyik kedvencem, mert nem annyira szembetűnő, nem annyira mászik bele az ember képébe, mégis mintás, és, és imádom, egy fehér pólóval tökéletes lenne, és itt is van egy ilyen egyszínű. Verzió. Na most a férfiak csak ennyit kaptak, vagy ilyen sokat kaptak kinek mi. Én annyira nem szoktam foglalkozni a férfi szímek ruháival, hiszen általában a női szímeket szoktam csinálni, és az ő ruhatárukkal töltem el a legtöbb időt, ahogy ez a valóságban is így van, a nők, többet foglalkoznak az öltözködésükkel általában. Persze, ez nem mindig igaz. Úgyhogy ugrunk is a hölgyekre, és már kezdjük is a hajak megvizsgálását. Kettő darab új hajat kaptunk, mindegyik nagyon lezser, nagyon laza, nagyon hétköznapi, illetve inkább otthoninak mondanám. Például kitűnő egy mosáshoz. <laughs> Amikor gyorsan hanyagam, vagy hanyagul felkötött egy konyhába a hajadat, és raksz egy kis hajpántot is, hogy a baba hajaid ne szálljanak mindenfelé, és tapadjanak az izzadt homlokodhoz. Én ezt teljesen el tudom képzelni. Az egyetlen problémám ezekkel a hajakkal, például amin ilyen kis kendő van, az az, hogy a kendőnek, illetve hát a hajpántnak, vagy homlokpántnak, vagy akármi is ez. Nem tudjuk külön változtatni a színét, tehát a készítők előre meghatározták azt, hogy ez a hajszínhez ez a hajpánt jár, és kész. Viszont megnéztem a két órás livestreamet, és ott azt mondták, hogy nem zárkoznak el attól, hogy későbbi fejlesztések során, vagy későbbi frissítések során lehetővé tegyék azt, hogy ezeket majd elkülönítsék, és a fejpántnak a színét külön választassuk meg. És én ott majdnem visítottam, én azt a napot várom nagyon, hiszen végül is tipegőket is kaptunk, szóval egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy egy nap változni fog, és mondjuk ehhez a hajhoz használhatnék fekete hajpántot, hogyha nekem olyan kedvem lenne. Mivel ezekhez a hajokhoz emiatt, hogy alapból meg van határozva a fejpánt színe, nagyon nehéz ruhát választani, tehát hiába szeretném mondjuk ezt a hajat, mondjuk nem ezt a hajat, hanem ezt a színű hajat mondjuk egy zöld szettel, vagy egy piros szettel kombinálni, hát annyira nem néznek ki jól, amiatt hogy kék ez a hajpánt, és egyébként nem tudom, mi van a ma, az elmúlt pár napban a szimhajak Create a nagyon csúnyák, mert nem olyan fényesek, amilyen fényesnek lenniük kéne. Ez valami kis ilyen remélhetőleg ideiglenes bug a játékomban, hogy eltűnt a fény a hajakról. De higgyétek el, ez a haj nagyon királyul néz ki, hogyha úgy fénylik, hogy kell neki. Sajnos ö, észrevettem már, amikor a Rex Turici sorozatomhoz csináltam videót akkor is, Na de, haladjunk tovább, mert van még egy hajunk. Ez gyönyörű, imádom ezt a hajcsattal összefogott hajat, hogyha megnézitek. Nem tudom, mennyire látszik, de ebből én arra tudok gondolni, hogy a színnek amúgy nagyon hosszú, szép, dús haja van, amit elég nehéz kordában tartani ezzel a hajcsattal, de valamennyire sikerül, azonban itt elő kilógnak a rövidebb szálak, és imádom ezt a hajat, nagyon-nagyon szép. Ennél nem is olyan vészes a fény árnyék jelenség, de az előzőnél sajnos elég fénytelen volt, ami nem a haj hibája, ezt még egyszer jelezném, hanem a számítógépem vagy a játéké. Persze így sem változtatjuk meg a hajcsatnak a színét, ugye ahogy mi szeretnénk, de ez nem akkor a probléma, mert remélhetőleg a későbbiek folyamán orvosol, orvosolódni fog. <laughs> Orvoslódni fog. Na mindegy. <laughs> Értsétek, ahogy szeretnétek. Nem kaptunk új sapkákat, kiegészítőket, sminkeket, és mindenki tartsa fejbe, hogy ez egy staff pack, tehát igazából nem is várhatunk túl sok dolgot benne, de ahhoz képest, hogy ez egy staff pack, rengeteg dolog van benne, és majd, hogyha lesz időnk a Build videóban, videóba, mert ebből három videónk lesz, lesz egy Create a theme, egy Build buy, és egy Gameplay kritika is, mert meg kell néznünk, hogy működnek ezek a mosógépek feltétlenül. Szóval a Build and buy módba összehasonlítom majd mondjuk más staff hogy mégis mennyit kaptunk a pénzünkért, és hogy vajon megéri ez a kiegészítő. De áttérünk a női felsőkre, és ez a kedvenc részem, illetve hát az öltözékek, de ott most nincs túl sok, úgyhogy érjük be jelenleg a felsőkkel. Van egy ilyen felsőnk, ami crop top is, meg, meg nélküli, vagy hogy mondják ezeket. <laughs> nem tudom, nem vagyok otthon a szakszavakban, de látjátok a képernyőn, hogy hogy néz ki, úgyhogy nem igazán kell definiálnom, értitek, mire gondolok. És egy kis virág mintát kapott a melkas részre, ami olyan kicsit népies hangulatot kelt, és természetesen tovább erősíti a bohém hangulatot, ami ezt a szeppeket jellemzi. Viszont szerencsére kaptunk sima verziókat is, igaz, hogy csak hármat, és mondjuk fehér meg fekete nincs, ami nekem általában nagyon szokott hiányozni, tehát ezek az alapszínek olyan alapok és szükségesek, de semmi baj, legalább kaptunk mint a nélkülit, nem voltak nagy elvárásaim, úgyhogy igazából ez nem egy komoly probléma, de azért feketébe, meg fehérbe, akár még modernnek is lehetne nevezni ezt a felsőt. Viszont így nem annyira. A második felsőnk egy kicsit bővebb póló, látjuk, hogy nem annyira tapad a testéhez, viszont alul össze van kötve, és ez is csak köldök föléig ér. Ez is egy kicsit olyan bohókás ezekkel a mintákkal, de jóval egyszerűbb. És a legkirályabb, hogy bizony itt is van mintanélküli, de egyébként imádom ezt a mintát, mert nagyon egyszerű. Ez a mintanélküli pedig olyan nagyon sportos és laza, míg az a mintás egy kicsit olyan olyan elegánsabb, bár olyan, mint hogyha turkálóból szedték volna ezt a felsőt, szóval ez is ez a kicsit uh, ilyen lazább életstílusnak a jele. Viszont a legkirályabb, hogy ebből van fekete, és egyébként a kék is nagyon-nagyon jól nézett ki. Ez kicsit sötétebb bőrszín kéne hozzá, hogy jól nézzen ki, mert így elveszik a szímemen főleg, hogy nagyon fénylik a képernyőm, úgyhogy így sajnos nem annyira tudom meghatározni, hogy az milyen szín is pontosan, de haladjunk tovább, mert van itt még bőven mit kritizálni, itt van ez a felső, ami szintén aszimmetrikus, és így, hát így van levágva, van mutogatom a képernyőn, nem vagyok annyira a szavak embere, <laughs> legalábbis ami az ilyen divathoz kapcsolódó szavakat illeti, szóval ilyen szempontból elég pici a szókincsem, de remélem értitek, hogy miről beszélek, és imádom, hogy van sima fekete, és valahol van sima fehér, ami nagyon elegáns és ünnepi, és akár ünneplő ruhának is egy csinos szűk szoknyával megfelel, vagy hát megy. Hupi, ha már itt tovább ugrottunk, akkor beszéljünk erről a topról, és majd visszamegyünk az előzőre egy picit. Ez egy szűk top, crop top, ilyen X háttal, és szerintem nagyon praktikus, főleg, hogy van sima fekete, és ezáltal nagyon egyszerű, és kombinálható farmerrel, szoknyával, vagy bármivel, és akár otthoni, vagy ünnepi, vagy buli viselet is lehet már, mint nem úgy ünnepi, hanem, hogy na mindegy nem otthoni, <laughs> úgy értettem, tehát amiben a szímek az utcán mászkálnak, viszont van ez a bohém megfelelője, ami annyira ilyen régies, és ha néztek filmeket a 90-es évekből, vagy korábbról, ott ez volt a divat, és a fiatal lányok ilyenbe mászkáltak köldök piercinggel, és persze a szüleik teljesen ki voltak akadva rajta. Egyébként a nővérem is akkor volt fiatal, és neki is ilyen cuccai voltak, úgyhogy engem abszolút erre emlékeztet. Itt van egy kicsit test színű felső is, ami sajnos nem annyira érvényesül a szímemem, mert neki ilyen színű a bőre, úgyhogy annyira nem láttok belőle semmit, de higgyétek el nekem, hogy egy sötétebb bőri szímen az is jól áll. És itt ez a nem trikó, de újatlan felső, amivel nem annyira tudok mit kezdeni, bevallom, nekem nem igazán tetszik a szabása, mert ilyen lapossá teszi a szímek mellé, tehát ilyen nagymama mellett csinál nekik, és nagyon fura, hogy eddig kijön a válpántja, és, és hát nagyon fura amúgy a livestreambe is mondta Simguru hogy ezzel nagyon-nagyon sokat szórakoztak, mert nagyon férfias kezdett lenni ez a felső, és egy kicsit a válpántal bűvészkedtek, hogy ne legyen annyira férfias, hát szerintem annyira most az annyira szót ismételgetem, szóval szerintem nem lett tökéletesen a megoldás, és hogyha ennél férfiasabb volt, akkor örülök, hogy megváltoztattak, mert az én szememben még ez is nagyon férfias, szóval ez a felső nem tetszik annyira, de a kevéses, na, szóval a kevésbé ízléses szímeknek akár el is tudom képzelni, hogy majd valamikor öm, adom majd ezt a felsőt, szóval menjünk vissza, mondjuk egy nekem jobban tetsző felsőre, például erre ment most ez a kedvenc nekem, és nézzük meg a nadrágokat. Egy darab nadrágot kaptunk, egy farmer nadrágot, ami ilyen csípő magasságig ér, és egy vastag öv van benne, ami szintén kicsit régies nekem, és annyira nem divatos, de azért a rendes farmás színeknél már egészen jól néz ki. Nem biztos, hogy sokat fogom használni, az egyetlen pozitívuma, hogy ez is egy szűk nadrág, és általában az ilyen magas derekú, vastag övű nadrágok annyira nem szoktak szűkek lenni, szóval ez egy kicsit modernizálja az egész megjelenését, de nekem annyira nem tetszik. Például az öv. Az öv az nagyon-nagyon nem tetszik, és az a részlet viszont tetszik, hogy ugye túl rövid, így az öv, és nem marad bent ott abban a lyukban. Ez kivel nem fordult még elő most komolyan? Majdnem mindenki így van vele mert a van olyan nadrágot, ahol az övtartó nem jó helyen van, és az öv mindig kicsúszik. Nekem nagyon sok ilyen problémám volt régebben, vagy akár most. De befejeztük a nadrágokat is, és a felsőket is. Szóval a felsőket is. Kicsit annyira lelkes vagyok, hogy már összeakad a nyelvem, és nem tudok olyan gyorsan beszélni, mint amilyen gyorsan gondolkodom és ilyenkor szokott beállni az a zavar, és azért remélem, hogy még elég lassan beszélek ahhoz, hogy felfogjátok, amit mondok, próbálok lenyugodni. Na mindegy, itt van ez a, az egyberuha, ami nagyon-nagyon bohém, ezzel a lecsúsztatott vállal, védekoltással és farmer mellénykével. Vannak különböző színek természetesen, ennél nagyon-nagyon sok különböző szín van, és Hát valamelyik jól néz ki, valamelyik nem, például ez a lila, ez nekem egyáltalán nem jön be. A piros nem olyan vészes, ez sem annyira vészes. A sárga az egész jó, de mondjuk ott az elején volt pár, ami nem tetszett. Viszont a nem virágos, sima verzió, például ez a fehér, ez nagyon-nagyon gyönyörű, és ezt simán el tudom képzelni, hogy ráadom a szímeimre, a rózsaszín is nagyon szép, a lila így sem tetszik. De lehet, hogy ez csak az én személyes véleményem, mert én nem szeretem a lilát, úgyhogy ettől függetlenül tök jó, hogy belekerült, hiszen nem én vagyok az egyetlen szimmer, aki játszik ezzel a játékkal, és nem csak az én ízlésemnek kell megfelelnie. Akik a lilát szeretik, azok biztosan lázadnának, hogyha semmi nem lenne lila, míg én tökéletesen elfogadnám. A sárga nem rossz, de ehhez is sötétebb bőr kell, mert itt nagyon elveszik a szimmelmen. Ó, oh -oh, azt hiszem köhögnöm kell. <laughs> Valami nagyon kaparja a torkomat, és az a világos kék is nagyon szép, legalábbis. is. Ahogy így fénylik a laptop, eléggé világos kéknek tűnik, de úgy is kiavítotok a kommentekbe, hogyha rosszul mondom. <kül> Na, bocsánat a mikrofonba köhögésért. Van egy pár kiegészítőnk is, például ez a zokni itt, ami direkt ehhez a ruhához lett készítve, és ebből is különböző színek vannak, én ezt már nagyon-nagyon vártam, mert már volt olyan szímem, akin használni akartam, de nem tudtam, mert még nem jött ki ez a kiegészítő. Persze olyan színekben van, hogy mindenképp ezekhez a ruhákhoz ilyen. Most fönt hagyjuk a fehéret, de egyébként van egy ilyen kéknek írt szín, ami annyira nem is kék, inkább egy picit szürkés. És haladjunk Nézzük meg a cipőket, ugyanis a nők kaptak cipőt is. Ez a csizma a legjobb dolog, ami történhetett velem az életben. <laughs> nagyon jó, ez természetesen túlzás, ez azért nem így van, de imádom ezt a csizmet, mert szűk a szára, de mégis ö, betűrős. Tehát, hogy a szűkebb nadrágok beletűrődnek, és ettől nagyon-nagyon elegáns lesz, és egy kicsit magas a sarka, de nem olyan utca kiasan nagy, hanem ha szép, ízlésesen magas a sarka, nem olyan, amiben kitöröd a bokádat, és természetesen egy csomó színben érkezett, aminek nagyon örülök, mert ezáltal nagyon széles körben variálhatóvá válik. A fehér mondjuk nagyon beleolvad abba az okniba, úgyhogy az nem annyira praktikus, de egyébként például ez most egészen jól néz ki ehhez a ruhához. De most leveszem az oknit, mert megnézik az utolsó női cipőt, ami egy szandál. Természetesen ezeket is mi szavaztuk meg, tehát minden egyes ruhadarabra úgy nézzetek, hogy akár ti is megszavazhattátok volna, illetve lehet, hogy ti szavaztátok meg, illetve ti is beleszóltatok, mert azért lehet, hogy sokan lemaradtatok erről a lehetőségről. Én például mindig szavaztam, bár az ikon meg a nép nem annyira érdekelt, <laughs> úgyhogy annál azt hiszem nem szavaztam, de az összes tartalommal kapcsolatos szavazásban részt vettem. Szóval ez egy ilyen szandi, magas talpú, hát fonott a talpa, én innen úgy, úgy látom, és nagyon királyul néz ki, nekem is van egy hasonló szandi, fekete, és nagyon szeretem. Bár nem annyira szeretek benne menni, de jól néz ki szóval. Már megérte. Mondjuk ezekben a színkombinációkban, tehát ezekben a vegyesekbe, ahol szürke is, meg fehér is, nem annyira tetszik, kicsit olyan ortopédnek néz ki, olyan túraszandál lett belőle, de ízlések és pofonok, ez a barna szép. Oké, okay, ennyit a hölgyekről. Ők sem kaptak egyébként kiegészítőt, így karra vagy nyakláncot, meg ilyesmit um, nem kaptak, úgyhogy azt direkt nem mutattam meg. Mivel én már láttam a livestreamet ezért kb. kívülről tudom, hogy ki mit kap. Ú, uh, viszont ezt elfelejtettem, ezek szerint levet, nem vettem le a filtert a nén. Ugyanis. Az a király ebben a kiegészítőben, hogyha én most innen leveszem a feminin jelzőt, és elérhetővé teszem a férfi ruhákat, akkor azt láthatjuk, hogy például ez az ing, mondjuk fehérben, nem a koszosban, hanem a simában vagy ez nem is fehér, hanem kicsit krémszínű. Legalábbis innen úgy látom nagyon-nagyon rosszul um, jönnek ki a színek jelenleg a laptopom képernyőjén. Tehát um, nem igazán tudom jól meghatározni, mert nagyon-nagyon fénylik, és nem tudok vele mit csinálni. Na mindegy. Inkább folytassuk a kritikát, aztán majd mindenki eldönti, hogy az a szín, amit mondok, az valójában milyen szín is. Tehát például az ez az ing nőkön is egészen jól néz ki, nyilvánvalóan bű, nyilvánvalóan nem annyira nőies, de például ebben abszolút el tudom képzelni, hogy egy szim lány mászkál egy szűk farmerre, úgyhogy én örülök neki, hogy ilyen jól megcsinálták a női a alkatra is. Ez az ing is lehet akár női ing is. Szerintem nagyon jól néz ki, egy kicsit lóga mellé a szímemnek az lehet itt a probléma, meg egy picit nagyobb pocakja. De egyébként egyáltalán nem mondanám azt, ahogy így látom a női szemem szímemen, hogy ez férfias, úgyhogy ezt egy kicsit inkább, mert itt nagyon bő. Úgyhogy ez annyira nem tetszik, de a másik kettő simán használható a női szímeknél. Úgyhogy ez nagyon kire, és hogyha itt leveszem a feminin jelzőt, akkor a nadrágok is nagyon jól néznek ki, bár ez a szaggatott annyira nem. Ez nagyon boyfriend stílusú, vagyis hát szabású, emiatt nekem nem annyira tetszik, és valamiért megint furán veszem a levegőt, is. nem tudom miért. Na mindegy, viszont ez a bőgatja, hogyha egy kicsit megfelelő szint találunk, eh, nem. Ez se néz ki annyira jól, mert nagy az ülepe, de hogyha valakinek ez a célja, akkor hajrá, és adjunk férfi ruhákat a lány szívünkre. szóval a fölsöknél egészen jól bejött, a gatyáknál nem annyira. A gyerekek is kaptak új cuccokat, kivette innen a feminin, illetve férfi jelzet, mert nem akarok két külön nemű gyerekem megvizsgálni dolgokat, úgyhogy ezt a pulcsit mind a ketten hordhatják, mind fiúk, mind lányok, és van sima, csíkos, és ilyen fura mintás is. Ezek nagyon cukik. Nekem ez most nagyon tetszik a fakó színeivel. És a legmenőbb, miért veszem furán a levegőt, valami bajom van. A legmenőbb, hogy kilátszik a póló a pulcsi alól, és ez is nagyon aszimetrikus, hiszen ott csak annyira ki, ott pedig annyira, és ez is annyira jó. Oh, most az annyira kéne számolnotok a kommentekbe. Szóval, engem a gyerekkoromra emlékeztet, mert. Ki ne hordott volna így pulcsit most komolyan? Az emberek nem tökéletesek, és örülök, hogy ezt tükrözik a Sims 4 is, és létrehozhatunk még emberibb szimeket, mint amiket eddig. Nadrágot nem kaptak újat, újat, viszont a lányok kaptak egy új felsőt, felsőt, szoknyát, <laughs> egy kis felsőbe, amin kis katica bogarak és méhecskék vannak pillangókkal. Imádom! Vannak olyan színkombinációk, amiben nem annyira, de biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Nekem például ez nem tetszik. Ezek a kék a kékkel. De ez mondjuk egészen aranyos. Nem mindegy, nem szaporítom a szót. Új cipőt, nem kaptak új hajat. Nem kaptak úgy, hogy én úgy gondolom. Ennyi volt már a Create a Sim mód. Remélem tetszett nektek, átmegyünk a Build and módra hamarosan. Nem tudom, hogy még az is szerdán lesz-e felrakva, vagy csütörtökön, majd meglátjuk, hogy alakul, de tartsatok velem mindenképp, és nézzétek meg azt is, de addig is legyetek jók, sziasztok!